Először tartottak 60-ban civil fórumot. Közmeghallgatást tartott csütörtökön a képviselőtestület. Éves sajtótájékoztatót tartott a Bosch. Köszöntöm Önöket! Önök a 60 TV esti híradóját látják május 27-én pénteken. Először tartottak 60-ban civil fórumot, amelynek lényege, hogy a város és a helyi szervezetek szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A 64 civil szervezetek képviselőivel telt meg csütörtökön a Grassalkovics Művelődési Ház. Sok érdeklődőt vonzott az első civil fórum. A program elsődleges célja, hogy a helyi szervezetek és a város vezetése még szorosabb kapcsolatot alakítson ki egymással. A civil szervezetek az élet szinte minden területén ott vannak. Mondhatom, a szociális ellátástól, a sporton keresztül, a különböző társadalmi megmozdulásokig, mindenhol ott vannak, és az élet minden területén tevékenykednek. És nagyon fontos az, hogy megismerik a civil szervezetek tevékenységét, megismerjük az ő életüket, ötleteiket, problémáikat, tudjuk azt, hogy ők mit gondolnak a városról, a város fejlődéséről, ők milyen 60-t képzelnek el, hiszen mi azért dolgozunk és azért teszünk a mindennapokban, hogy 60 egy élhető, szerethető város legyen, amelyre büszkék a 60-iak. Hozzátette, segíteni szeretnék a helyi szervezeteknek a mindennapi életét, hiszen közös összefogással nagyobb eredményeket érhetnek el. A polgármester előadásában bemutatta az idei évben várható fejlesztéseket, beszélt a sportcsarnokról és a jégcsarnokról, a népkertbe tervezett beruházásokról, a felsőoktatásban rejlő lehetőségekről, valamint a turisztikai értékekről. Ahogy Horváth Richárd mondta, azért dolgozunk, hogy 61 élhető, szerethető város legyen, amire büszkék a 60-iak. Kovácsné Somogyi Mónika, a Heves megyei civil információs iroda szakmai vezetője bemutatta, hogy a civilek milyen pályázati lehetőségekkel találkozhatnak megyei és országos szinten. A programon résztvevő szervezetek egyaránt értékesnek és hasznosnak tartották a fórumot. Már mindenképpen szerintem egy jó információ, egy jó dolog, hogy ilyen sok civil szervezet összejött, mert kicsit megismerjük egymást, akkor biztos, hogy nagyon sok hasznos dolgot tudunk segíteni egymásnak. És ami még érdekes volt, hogy egy-két olyan pályázatnak is a bemutatását láttam, vagy láttuk, amit eddig nem tudtunk, vagy nem hallottunk róla. Kőszegi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke rendkívül hasznosnak értékelte a találkozót. Szerinte kifejezetten fontos, hogy a civilek és a város jó kapcsolatot ápoljon egymással. Nagyon fontosnak tartom az ilyen találkozókat. Egyesületünk egyébként tavasszal feladatául is tűzte ki, hogy nyit a város felé, és amit tudunk, teszünk a városért, hiszen ennek a városnak vagyunk a polgárai, ezért dolgoznunk kell. Nagyon kevesen vagyunk az egyesületben, akik született 60-iak vagyunk, de egyik kollégám fogalmazta meg pontosan, hogy bár nem itt születtünk, nem itt gyerekeskedtünk, de már 60-ibbak vagyunk a 60-iaknál, és ezt szeretnénk mi magunk részéről a város felé prezentálni, hogy mi magunk is egy kicsit segítsünk a városon, illetve nagyon nagy örömmel fogadjuk a városnak minden nevű támogatását. Ez volt az első fórum a 60-i civil szervezetek számára, de ezzel a programmal hagyományt teremtenének, s ezentúl több ilyen rendezvényt tartanak majd a városban. Közmeghallgatást tartottak csütörtökön, ahol többek között felújításokról, gyors hajtókról, az agyvatöltésen haladó kerékpárútról beszéltek, de parkolási gondok is felmerültek a lakosság részéről. A május végi testületi ülés első napirendi pontja a közmeghallgatás volt. Ennek keretében a 60-iak több problémával fordulhattak a város vezetéshez. Palásti Árpádné a Balassi Bálint úton lévő vasúti átjáróval kapcsolatban szólalt fel. Nincs kerttábla, ott versenypálya van. Hát ezelőtt 2 évvel jöttem, illetve mentem hazafele, jött egy nagy teherautó, de olyan sebességgel, nem tudom mennyivel, egy nagy pótkocsival, egy 20 métert, ha átértem, átvágódott a szembejövő forgalomnak. Ha ott jövök, akkor végem. Akkor utána jött egy, a múlt évben volt, jött egy személykocsi, megállt, mert jött a vonat, mellett, nem mögött állt még a motorkerékpár, mellette, ott a záróvonal is van. És megmozdult a sorompó, ráhasalt, úgy ment át, mi van, ha az agyba hitt velő, jön egy vonat. Vagy rögtön le is csukódik, mert olyan is volt.
és akkor a harmadik kocsi megelőzte a síneken a másik kocsit. Hát nem tudom, annyira felelőtlen emberek vannak, hogy nagyon. Kitért arra, hogy a Nagygombos felé vezető úton is rendszeresek a gyorshajtások, nem veszik figyelembe a sebességkorlátozásokat. Mindezek pedig veszélyeztetik a játszótéren lévő gyermekeket. Szó volt arról is, hogy több hársfa akadályozza a kereszteződésekben a kilátást. Felvetéseire Horváth Richárd polgármester reagált. A Balassi út kapcsán azt tudni kell, hogy ez az országos közútnak a hálózata. A Balassi út csomópontjának megszülettek a tervei, hiszen azt egy vasutas projektben át fogják teljesen alakítani, és ott megszűnik a szintbeli kereszteződés, ami azt jelenti, hogy a vasút és a közút nem fog egy szinten kereszteződni, ott egy aluljárós csomópont kerül majd kialakításra. Elmondta azt is, hogy a rendőrségnek rendszeresen jelzik az észrevételeiket, így a környék gyorshajtóival kapcsolatban is intézkednek. A főkertész pedig már jelezte a városgondnokságnak a fákkal kapcsolatos észrevételt, akik rövid időn belül megoldják a felvetődött problémát. Bíró József szóvá tette, hogy a városházán nincs hirdető tábla, holott szükség volna rá. Erre Szikszai Márta jegyző úgy reagált, az ügyfélszolgálati irodán elhelyezett hirdetőn minden szükséges információ megtalálható, emellett a 60.hu weboldal is folyamatosan frissül, így bárki könnyedén tud tájékozódni a legfontosabb információkról. Ugyancsak Bíró József hozta szóba az agyva töltésén haladó kerékpárút hibáit, azt nehezményezve, hogy a város nem intézkedik az ügyben. A polgármester elmondta, felelős vezetőként az a feladata, hogy 60 érdekeit védje, így zajlik az eljárás a kivitelező irányába. Mivel a beruházás még garanciális, így a javításokat a kivitelező el fogja végezni. A közmeghallgatáson felvetődött még, hogy a Csaba utca szűkössége miatt veszélyes ott parkolni. A város vezetése erre úgy reagált, az itt lakóknak kell egyességre jutniuk. Ha azt mondják, azt szeretnék, hogy az érintett szakaszon tilos legyen a parkolás, akkor betiltják, ha szabad parkolást szeretnének, akkor az marad. Szó volt még az út- és járdafelújításokról, térfigyelő kamerák áthelyezéséről, és volt, aki a jövőben megvalósuló beruházásokról érdeklődött. A világ legnagyobb autóelektronikai gyára 60-ban a 2015-ös évet 456 milliárd forintos árbevétellel és 12%-os növekedéssel zárta, derült ki a Bosch éves sajtótájékoztatóján. A Bosch csoport tavaly rekord összegű, a bruttó hazai termék 3%-ának megfelelő 959 milliárd forintos árbevételt ért el Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, mondta Torma Krisztina gazdasági igazgató a csoport éves sajtótájékoztatóján csütörtökön Budapesten. A tavalyi év a 60-i gyár számára is sikeres volt, a 2015-ös évet 456 milliárd forintos árbevétellel és 12%-os növekedéssel zárta. We'll grow double digit, at least that's the plan. Azt gondolom, ezt a növekedést idén meg is duplázhatjuk. Persze ez még csak terv, de nagyon bizakodóan tekintek a jövőbe. Forgalomba hozunk több közösségi és high-tech terméket, amelyekkel növelhetjük az eladásainkat. A Magyarország melletti erős elkötelezettséget jól mutatja, hogy a Bosch 2015-ben összesen 64 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. A 60-i gépjármű elektronikai gyárban új termelési technológiákkal, valamint elektromos vezérlőegység és szenzorgyártósorokkal bővült a termelés, mely termékek több más előnye mellett fokozzák a közlekedés biztonságát és a vezetés kényelmét. A 60-i gyár megerősíti pozícióját a jövőben, melyben feladatát az erőátviteli rendszerek villamosítása és az önvezető járművek jelentik. Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője rámutatott, hogy a jövő autója elektromos, automatizált és hálózatba kapcsolt. Az úgynevezett Welcome Home technológia a következő lépcsőfok, amikor kommunikál az autó az otthonunkkal. Hozzátette, a Bosch lépésről lépésre halad az automatizált vezetéshez vezető úton, és minden egyes lépésnél lényegesen biztonságosabbá és pihentetőbbé teszi a vezetést. 61 gyárunkban egyre nagyobb szerepet kap az automatizált vezetés egyik kulcstermékének számító szenzorok gyártása.
role. Fölkel Schining, a Robert Bosch Elektronika Kft. Gazdasági ügyvezető igazgatója beszélt arról is, hogy az oktatásban is egyre nagyobb a 60-i gyár szerepvállalása. Tavaly átadták a gépjármű elektronikai oktatóközpontot, illetve a vállalat duális képzést is kínál a 60-i gyárban. 60-ban a Bosch támogatásával indult el Magyarországon elsőként a közösségi felsőoktatási képzési központ. A Bosch ismét egyike volt azon vállalatoknak, amelyek a legnagyobb létszámbővülést mutatták Magyarországon. Az előző éves létszámadattal összehasonlítva a vállalat 1700 új munkahelyet hozott létre az országban, így a cégcsoport munkavállalóinak száma mintegy 12200 fő, 60-ban 3800-an dolgoznak a vállalatnál. A 2015-ös létszámbővülésben a diplomához kötött munkahelyek aránya meghaladja a 40%-ot, az összlétszám tekintetében pedig már megközelíti a 30%-ot. A kutatásfejlesztés területén több mint 1700 magyarországi munkavállaló dolgozik. A létszámnövekedés 2016-ban is folytatódik. A Bosch további több száz szakember felvételét tervezi. Küzdelmes mérkőzésen az FC 60 hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett az Újpest 2-től. MB3-as labdarúgó mérkőzést játszott május 22-én vasárnap az FC 60. Az MB1-es Újpest második csapatát látták vendégül a Népkerti pályán. Puzsa húzza el szélen, a beadás késznek magas, de Mundi begyűjti, visszagurítását Bárkányi lövi rá, de egy védőről mellé csorog a labda. Ficsor és Kész sikeresen letámad, a megszerzett labdát Ficsor a kapusba lövi. Mundi kiugratja Púzsát, aki sajnos fölé lövi az ittszert. Karácsony beadását Mundi fejeli le, a labda azonban fölé pattan. Ács beadását Katona fejeli le, Mundi pedig a jól záró kapusba lövi. Szöglet után Ficsor fejel, de a labda ismét fölé pattan. Púzsa passzol Illésnek, Illés nagy erejű lövését keserű tolja fölé. Ács szögletét Katona fejeli a hosszúba, de egy védő a gólvonalról kifejeli. Karácsony beadását a kapus Mundi elé üti, Mundi mellel leveszi, a megpattanó lövést fogja a kapus. Az első félidőben egy kapura játszottunk, de gólt nem sikerült lőni. A második félidőben is sorra jöttek a helyzetek. Katona nagy erejű lövését keserű üti ki. Karácsony kap labdát a bal szélen, majd erősen középre lövi, Kész azonban nem találja el a kaput. A futball iratlan törvénye, hogy a rengeteg kimaradt helyzet megbosszulja magát. Egy újpesti kontra Szűcs ugratja ki Gögicet, akinek lövésébe Benkő csak beleütni tud, és Sallai Botonda semmiből megszerzi a vezetést. Karácsony szabadrúgását keserű üti fel a magasba. Egy újpesti védő Fék Zsolt kiemeli. Mundi kapásból középre emel Készhez és ismét fölé. Simon emel Készhez, Kész Szabó Rolandot játsza meg, de a lövés mellé megy. Ismét Mundi irányít, Szabó Roland elé emel, Szabó átveszi, ám egy védő felvágja. A játékvezető sajnos nem adta meg a 11-est. Hiába voltunk végig mező fölényben, a rengeteg helyzet kihagyása miatt elvesztettük a mérkőzést. A végén ugyan Kész Tibor betalált, de egy műesés miatt nem adták meg a gólt. A jövő vasárnap 6 órakor a Debrecen második csapatát fogadjuk a Népkertben. A Bajnokok Ligája döntőjét óriás kivetítőn kísérhetik figyelemmel a foci drukkerek szombaton este 8 órától a Kossuth téren. Vasárnap 13 órakor kezdődik a városi gyermeknapi rendezvény, lesz kézműves foglalkozás, aszfaltrajzverseny, hetes rúgás és fellép a Holló együttes is. Hétvégén sok lesz a napsütés, szorványos zápor csak vasárnap délután lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Riporter című magazinunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!